Mi az a különleges alkalom, hogy a Ladinszky Alapítvány vezető itt van Komlón? Üdvözlöm a kedves résztvevőket! Hát az egyik fő célunk, hogy népszerűsítsük Mészöly Kálmánt. Néhai tiszteletbeli elnökünknek egy ilyen promóciós termékgyártást indítottunk a Sport 36 Zeus Kft. Által, mivel a projektmenedzserünk is, és egyben ő a komlói helyi születésű, és nem kell mondani, hogy Bódis Tamás milyen népszerű itt a környéken, nem volt kérdés, hogy a termékgyártásnak a promóciós bemutatóját itt tartsuk meg. Úgyhogy ez a fő célja a jelenlétünknek. Egyébként meg mindenképpen a helyi futball támogatása. Mit kell tudni a Ladinszky Alapítványról? Ladinszky Alapítvány. Jó pár éve alapítottuk Szegény Attilának az elhalálozását követően. A feleségével döntöttünk emellett a cél mellett, és mivel nagyon nagy generációk vannak a magyar futballban, ezért nem volt kérdés, hogy Mészöly Kálmán is a tiszteletbeli elnökünk, a felesége Bardi Gyöngyi, ugye, aki Magyarország legjobb löpladázójáról beszélünk, ő is, de sorolhatnám dr. Sós Ágnest, aki a sportkórház őseinek a főigazgatóasszonya, vagy dr. Borbé Zoltánt, aki ugye, a volt MLS szóvivő, ő is a sorainkban található. Egyszerűen azért, hogy ezt a régi nagy nemzedéket népszerűsítsük. Tehát igenis a 6-7-8 éves gyerekek, ha tudják, hogy ki az a Mészöly Kálmán, tudják meg, hogy ki az a Békefi Gábor, aki az országban az egyik legnagyobb menedzser volt, és a belga futballtársadalomnak a legnagyobb elismert alakja, vagy ahogy Ladinszky Attila, aki például a spanyol vonalon, a belga vonalon is, de azért főképpen a spanyol vonalon nagyon jó partnerkapcsolatunk van a Real Betis-szel, Sergio Contreras a mai napig, vagy Rafa Gordióval napi kapcsolatban vagyunk, és ezeknek a neveknek a népszerűsítése a gyerekek körében, és a segítség ugye az esetlegesen lesérült, kiöregedett edzőknek, tehát teljesen mindegy, hogy a futballal kapcsolatban legyen az egy újságíró, legyen az egy edző vagy egy szertáros, én azt gondolom, hogy aki ezekben a sportágokban évtizedeket eltöltött, az igenis a támogatásra mindenképpen rászorulhat, és jogosult kell, hogy legyen, kell, hogy valaki róluk törődjön, hogyha esetleg nehéz életkörülmények közé kerülnek. Ladinszky Attila pályafutását úgy, ahogy ismerjük, ugye, hogy azt hiszem 1971-ben ment ki külföldre, ha jól tudom, csodálatos pályafutás volt az övé, de milyen ember volt ő? Erről keveset tudunk. Egy bohém ember volt, szerette az életet, nagy kanálla lette, ahogy tudjuk, tehát Attiláról tudni kell, hogy amilyen szegény környezetből indult, olyan gazdag környezetbe vitte őt, Spanyolországba egész utcája volt, úszómedences házai voltak, ott mindenki nagy kanálla levelt, mindenkinek nagyon jó barátja volt, és a Betis társadalom őt nagyon nagy tiszteletben tartja. Egy 5 évvel ezelőtt, mikor kim voltunk, egy elnöki meghívása egy Betis meccsre, nem tudtunk az utcán úgy végigmenni, hogy ne ismerjék föl. Mindenki a barátja volt, mindenki nagyon szerette. Amilyen nagyon könnyen jött, olyan könnyen ment is, mondani szokták, itthon már sokkal szerényebb körülmények között élt, fönt a 12-ben Ágikával, a feleségével, de egy nagyon barátságos, nagyon nagy szív, csupa szívember volt.